A Westhangeri Sportgárd Kft. Felajánlásának köszönhetően a Nanoclean for You Kft. Munkatársai pénteken délben speciális módszerrel fertőtlenítették a Haladás Sportkomplexum súlyemelő, valamint birkózó termét. A szakemberekkel tartott Hende Csaba országgyűlési képviselő, aki rögtön meg is indokolta, hogy miért esett választásuk a centenáriumát nemrég ünneplő egyesületünkre. Igen, sokan kötődünk ehhez a immár több mint 100 éves egyesülethez, és azért a Haladás VSE, mert a súlyemelők, illetve a birkózók készülnek az elhalasztott tokiói olimpiára, és az ő termeiket fertőtleníti egy felajánlás folytán azt végző cég, és hát én nagyon hálás vagyok nekik ezért, mert így két hétig a fiatal sportolóink meg az edzők teljes biztonságban tudnak készülni, és tudják végezni a feszített edzésmunkát. Ez az egy év haladék azt jelenti, hogy kinyúlik a felkészülési időszak ennek minden előnyével és hátrányával együtt természetesen, de bízunk abban, hogy a szombathelyi sportolók megállják a helyüket, és helyezésekkel, netán érmekkel térnek majd haza jövőre Tokióba. Egyesületünk nevében Szántó Erzsébet köszönte meg a sportolók biztonságát nagymértékben növelő felajánlást. Klubmenedzserünk külön kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben sportolóink egészségmegőrzése kiemelt jelentőséggel bír. Nagyon örülünk neki, hogy a kormány döntése alapján sportolók el tudták kezdeni a munkát, és nagyon fontos az, hogy ennek a munkának a folyamatában az egészség megóvás az ugyanolyan fontos szerepet kap, és ugyanolyan fontos, hogy jól legyen megcsinálva. És ugye ez azért nagyon nagy segítség, mert ugye mi a saját kereteink között is mind az előírásoknak megfelelően betartjuk az egészségvédelemre vonatkozó előírásokat, de miután ez egy komplex és nagyon hatékony fertőtlenítési módszer, így ez egy fontos dolog, hogy ez még jobban kiegészíti és teljesebbé teszi azt, ami a sporttal együtt jár. A szakemberek egy olyan új generációs vegyszerrel végezték el a fertőtlenítést, mely klór helyett ezüst nanorészecskéket tartalmaz. Ennek köszönhetően az eljárás két hétre védettséget biztosít a koronavírussal szemben is.